A KSH legfrissebb szeptemberi jelentése szerint júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél kicsivel több, mint 400 ezer forint volt. Ezzel az a baj, hogy a kisebb jellemzően minimálbéren foglalkoztató, azaz az átlag lejjebb húzó vállalkozások kereseti adatai hiányoznak a számításokból. De a részmunkaidősöket is figyelmen kívül hagyják az átlag számításnál. Így a koronavírus miatt csökkentett munkaidőbe kényszerült tömegek keresete sincs benne a statisztikában. Erre a 24.hu hívta fel a figyelmet egy cikkben. Mint írják, a foglalkoztatottak összlétszáma közel 4,5 millió volt az év első hét hónapjában, de a KSH gyors jelentése csak a több, mint 2,5 millió teljes munkaidő foglalkoztatott adatait tartalmazza. Idén január és július között jelentősen több, mint 236 ezer fővel csökkent a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma. Közben jelentősen nőtt a részmunkaidőben dolgozóké. A legalább havi 60 órában foglalkoztatottak tábora a januári 327 ezerről júliusra 460 ezerre emelkedett. A grafikonon látható júliusi emelkedés a belföldi turizmus részleges beindulásának és a szezonális munkáknak köszönhető. Ezen a grafikonon viszont már az látszik, mennyi pénzt vittek haza összesen a dolgozók. Márciusban a teljes munkaidősöknek bruttó 1113 milliárd forint jutott, májusban viszont 110 milliárd forinttal kevesebb, miközben majdnem 263 ezerrel csökkent a létszámuk. A részmunkaidősök ugyanebben az időszakban mindössze 176 ezerrel lettek többen, és bruttó 30 milliárd forinttal kerestek többet. Vagyis a két hónap alatt összességében 80 milliárd forinttal lett kevesebb a bruttó keresett tömeg. Ilyen mértékű keresett tömegcsökkenést az előző válság idején 2009-ben és 2012-ben tapasztaltak a szakemberek. A KSH legutóbb kiadott adataiban nincs benne a mikrovállalkozásoknál foglalkoztatott több mint 450 ezer ember keresete, ez pedig tovább csökkenteni az átlagot. A teljes átlagkereseti adat így 15%-kal lehet kisebb a kimutatottnál. Ez a szám így már sokkal jobban közelít a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tapasztalt kereseti összegekhez.